Több tízezres tömeg tartott Washingtonban demonstrációt Izrael mellett és az antiszemitizmus ellen. A Menet Izraelért elnevezésű tüntetést kezdeményező zsidó szervezetek szerint 100 000 ember gyűlt össze a Kapitólium előtt. Sokan Izrael színeit viselték, a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását követelve. Beszédet mondott a képviselőház több tagja is. Az Izrael és a Hamász közötti háború kirobbanása óta ez volt az első tömegtüntetés Izrael mellett az Egyesült Államokban.